A Debrecen kispadjáról felálló Köszner Vilmos helyét Kudor Kitti foglalta el, aki így a Kisvárda ellen mutatkozott be edzőként az élvonalban. A Győr elleni vereség előtt 4-es győzelmi szériát produkáló vendégek az első félidő hajrájáig tartották a lépést a hazaiakkal, felváltva estek a gólok, majd az utolsó percnek köszönhetően mégis 2 gólos előnnyel vonulhatott pihenőre a Loki. A második félidőben végig őrizte ezt az előnyt a házigazda, a Kisvárda nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez. A mérkőzés hajrája is a debreceni volt, így a meccs végére alakult ki a legnagyobb különbség a két csapat között. A hazaiak 4 gólos győzelemmel vágtak vissza a Kisvárdán ősszel elszenvedett 3 gólos vereségért. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, mert mindent, amit mi védekezésben megbeszéltünk, azt maximálisan teljesítették. Tényleg mindig tudták, kinek hol kell lennie. Látszott az, hogy itt történhet egyébként bármi, de az biztos, hogy a védekezésünk az stabil marad. Az látszott, hogy egész héten inkább ezt gyakoroltuk, és bíztunk abban, hogy a támadó játékunk az majd elég lesz arra, hogy ezt a mérkőzést itthon megnyerjük, és szerencsére ez így sikerült, tehát hogy végig tényleg nyugodtak voltunk, stabilak. Én úgy gondolom, hogy ez volt a kulcs a mi védekezésünknek, hogy ezt a mérkőzést meg tudtuk nyerni. A mérkőzésen 4 gól szerző válogatott beálló Tóvízi Petra szerint az eredmény nem tükrözi, hogy mennyire meg kellett küzdenük a győzelemért. Egy kőkemény mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy mind a két csapat szívét, lelkét kitette a pályára. Ez egy igazi csapatmunka volt. Tényleg azt éreztem, hogy tudunk dominálni a mérkőzésen, és nyilván voltak hullámvölgyek, de ez a kemény védekezés annyi erőt meg energiát tudott nekünk adni, hogy ezeken tovább tudtunk lendülni, és felszabadultan tudtunk így is játszani. A Kisvárda edzője Bakó Botonda sok ki nem kényszerített technikai hibát, és a kihagyott zicsereket említette a vereség legfőbb okaként. Egy picit bosszusak lehetünk magunkra, mert a második félidőben túl sok olyan ki nem kényszerített hibát követtünk el, amit nem lehet elkövetni sem hazai pályán, sem idegenben, főleg nem egy ilyen csapat ellen. Gyakorlatilag semmilyen előkészítés nélkül és semmilyen labdacsapda nélkül vagy komoly szituáció nélkül labdavezetési hibát, belemenést, labdakezelés, stb. Egy nagyon-nagyon sok technikai hibát vétettünk. Aztán, amikor ezek valamilyen megszűntek, akkor a végén elkezdtük kihagyni az ittszereinket. Az összes fordulópontnál, amikor 2-1-re zárkózhattunk volna, akkor meglőttük azokat a félmagas területeket a királynak, amit nem szabadott volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy túl sok hiba volt a második félidőben ahhoz, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Az NBA tabellájának élén a Győr áll 15 meccsen szerzett 30 ponttal, megelőzve a 14 mérkőzésen 26 pontot gyűjtő Ferencvárost. A Kisvárda 17 találkozón szerzett 12 pontjával a 8. helyen várja a folytatást. Bakó Botond együttese pénteken Moson-Magyaróváron lépett volna pályára, azonban az óvárdiaknál több játékos Covid-tesztje pozitív lett, így elhalasztották a mérkőzést. A Kisvárda legközelebb április 3-án az MTK Budapest otthonában játszik bajnoki meccset.